Jézus pedig Szent Szellemmel megtelve eljött a Jordántól, és a Szellem kivezette a sivatagba, ahol a rágalmazó 40 napon át próbára tette. Nem embert semmit azokban a napokban, de azok elmúltával végül megérkezett. Ekkor a rágalmazó így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzon kenyérré. De Jézus ezt felelte neki. Megvan írva, nem csak kenyérrel ér majd az ember, hanem Isten mindent tovább. A rágalmazó felvitte őt egy magas hegyre, és egy pillanat alatt megmutatta neki a lakott világ összes országát. Majd ezt mondta neki. Neked fogom adni ezeket, minden hatalmát egy dicsőségét. Mert ki van szolgáltatva nekem, és annak adom, akinek csak akar. Ha tehát leborulsz előttem, mind a tiéd lesz. De Jézus ezt felelte neki. Menj a hátam mögé, Sátán, mert megvan írva. Imádd az Urat a te Istened, és csak-csak elvitte őt Jeruzsálembe is, odaállította a templom tetőpárkányára, és azt mondta neki. Ha Isten fia vagy, vesd le magad innen, hiszen megvan írva. Angyalainak parancsot ad majd felőled, hogy őrizzenek meg, és kezükbe fognak vinni, hogy soha meg ne üsd kőbe a lábad. Jézus így válaszolt neki. Megmondatod, ne tedd próbára az Urat a te Istenedet! Erre a rágalmazó, mivel elvégezte az összes próbatételt, egy bizonyos időre távol maradt. Thank you.